A magyar nemzet csak úgy tud fennmaradni, ha minden nemzet része fennmarad. Ezt Csemjén Zsolt Magyarország miniszterelnök helyettese mondta a 29. Bálványosi Szabad Egyetem és Diáktábor egyik panelbeszélgetésén. A résztvevők hangsúlyozták, a nemzeti összetartozás elengedhetetlen fontosságú az identitás megőrzés érdekében. A nemzeti összetartozás nem csak Magyarországnak, hanem a határon túli magyarságnak is fontos célkitűzése kell legyen. Ez a kijelentés adta meg a 29. Tusványos fősátrában ma délelőtt tartott panelbeszélgetésnek az alaphangját. Magyarország miniszterelnök helyettese szerint a nemzeti összetartozás erősítésének világos társadalmi, politikai és gazdasági vetülete van, amely a magyarság fennmaradását szolgálja. Az erdélyi nemzetrész fennmaradásához pedig az kell, ami a többi nemzetrészhez, tehát egy erős anyaország, amelyik politikailag és gazdaságilag a hátteret tudja jelenteni, és szükséges az identitás megerősítési támogatások, meg ezzel ezt meg is szereztük, az óvodától kezdve mondjuk a Sapienciának, a egyetemünknek a fenntartásáig, beleértve a cserkészektől a néptáncosokig, tehát minden, ami identitás megerősítés. Kulcsfontosságú a nemzetközjogi egyesítése, tehát az állampolgárság megadása. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár híradónknak azt hangsúlyozta, hogy a kettős állampolgárság nem csak a határon túliak identitás megőrzésében segített, ahhoz is hozzájárult, hogy a Fidesz kétharmados többséggel kormányozhasson, és továbbra is szorgalmazhassa a határon túli erdélyi magyarság szülőföldön való boldogulását. Megköszöntük azt a nagy támogatást, amit a határon túli magyarság nyújtott a kormánynak, illetve a parlamenti többségnek, hiszen több mint 96%-kal a jelenlegi kormánykoalíciót támogatták. Ez egy óriási dolog, ennek is köszönhető az, hogy kétharmaddal tudunk kormányozni, és az elmúlt 4 évben egyébként pedig egyre nagyobb arányban tudtunk a szülőföldön való boldogulás irányába lépni. Ez gyakorlatilag konkrét gazdasági segítséget jelent. A gazdasági helyzet ugyanis nagy mértékben befolyásolja a helyi közösségek életét. A magyar kormány támogatása ezen a téren pedig kiemelten fontos, mondja Táncos Barna, RMDSZ-es szenátor. Határozottan rányomja a közéleti hangulatra a bélyegét az a magyarországi támogatás, amely rendszeres, átgondolt, és az élet minden területén érezhető ma már az erdélyi magyarság körében. A gazdasági, a kulturális, az oktatási, a sport támogatások, azok egy olyan biztos hátteret jelentenek, amelytől nem szabad eltekinteni. A magyar kormány egyébként számos olyan gazdaságélénkítő programot finanszírozott, amelyek a helyi közösségeket támogatták. Ezek közül kiemelt fontosságú például a Maros mezőségi program, amelynek révén mintegy 1500 gazda vissza nem térítendő támogatásban részesült mezőgazdasági gépek berendezések vásárlására.